Két hónappal gyermeke születése után aranyérmet nyert az ökölvívó nagy tíme a Büki országos bajnokságon. A plusz 81 kg-os súlycsoport bajnokának távlati célja a tokiói olimpia, így felkészülését végig kíséri 10 hetes kislánya is. Ismerjék meg a hazai ökölvívó család jelenlegi legfiatalabb ökölvívó babáját. Az édesapját, Salánki Lászlót, aki az egyik legeredményesebb hazai ökölvívó egyesület a DVSC vezetőedzője. És az édesanyát, Nagy Tímeát, aki minden bizonnyal egyedülálló itthon azzal, hogy a szülés után 2 héttel magyar bajnoki címet szerzett. Na de menjünk csak szép sorjában. A pár szerelme 5 éve kezdődött, amikor a DVSC-hez kerültek, Timi Nyíregyházáról. László pedig Hajdúhatházon boxolt 7 évig, majd edzője mellett segédedzőként dolgozott, és a DVSC Hajdúhatházi fiók csapatának sikeres edzője lett. Először valójában edzőtanítvány volt. Timi megkért, hogy segítsen neki a 2012-es világbajnokság előtt, úgy emlékszem, jól mondom. Aztán kijárt hozzám edzésre, Hajdúhatházra. Segítettem a munkáját, és így alakult ez a dolog. Nehéz volt mindenképp, mert hogy eleinte ugye szerelemnek indult, meg hát ugye az is, remélem. És hogy ugye rossz volt az, hogy valaki dirigál nekem úgy amellett, hogy egyébként otthon meg kedvesen, és nem ugyanaz volt a kép, és ez majdnem hogy évekbe került, mire sikerült megszokni. De megszokták és működik, ugyanis egy VB és egy EB bronzot, illetve 5 magyar bajnoki címet gyűjtöttek be együtt, mind a mellett, hogy Timi utánpótlás edzőként is elkezdett dolgozni az egyesületnél. Majd 2 hónapja megérkezett az életükbe Hanna, és mivel a munka nem áll meg egyikük számára sem, a kicsi velük van az edzőteremben. Itt, Debrecenben a délutáni edzésen stílszerűen a torna szőnyeg a fészek. Hát így volt tervezve, hogy ebben az évben EB, VB nem volt, beírva a versenynaptárba, és ezért így terveztük. Hál' Istennek a klub is úgy állt hozzá, hogy örültek neki. Igen, DVS-t is baba lett. Úgyhogy nyilván tartom, most már szövetségnél is kapott versenykártyát. Szóval teljesen hivatalos versenyzői már. Egy-egy napjuk elég mozgalmas, amit Hanna a legnagyobb nyugalommal vesz. Alszik és élvezi a sürgést, forgást. Timi gyorsan fel kell. Nagyon gyorsan a gyerekhez megetettük. Elszakadjuk gyorsan anyukámhoz, elviszük a gyereket, aztán 8-ra akkor rohanunk Timinek az első edzésére. Elmennek a piciért, ebéd után pedig kezdődik a délutáni műszak. Rohanunk a délután edzésre a hatházi kis termékbe, aztán onnan rohanunk ide. Itt tartunk 2 edzést. Utánpótlás edzéseket Timi már nem tart, mert hogy megbeszélték, hogy a pici gondozása mellett a saját versenykarrierjére, illetve a szülés utáni visszatérésre koncentrál, ami Timi részéről rögtön egy merész céllal indult. A kislány születése augusztus 18-án volt, aztán ehhez állítottam össze az edzés kezdetét, október 1-jére beszéltünk a Timivel, hogy október 1-én kezdek, akkor fog az első edzésen részt venni, aztán ebbe felülbírált, nem örültem neki. Mindenáron indulnak az országos bajnokságon, ezt se támogattam, bár mindenki azt hitte, na biztos, hogy én mondtam, mert én belőle néznék ezt a dolgot, de nem én voltam a felbújtó. Éjszaka azt álmodtam, hogy magyar bajnok lettem, kb. 3 hetes lehetett, amikor reggel felkeltem, és mondtam Lecinek, hogy hát én el szeretnék indulni a magyar bajnokságon, ami azért volt számára is fura, meg még az én számomra is fura, mert hogy előrébb hozták 1 hónappal. Műtéttel szültem, és igazából tök jól éreztem magam, mert nem éreztem különösebb fájdalmat, vagy fáradtságot. És hát bejöttem, és kipróbáltam, hogy mennyire megy. Hát szörnyű volt. És nem is tudom, mit gondoltam, hogy ez hogy fog működni, de szörnyű volt. Rájöttem, hogy nagyon gyorsan felismeri ezt a test egyébként. Nyilván nem úgy, ahogy kellene, tehát attól még nagyon-nagyon-nagyon messze vagyok, de aztán már éreztem, hogy egyre jobban mennek a 3 percek is, tehát tényleg egy-két hét alatt azt éreztem, hogy menni fog a 3x3 leboxolni. Egy vecsési lány ellen boxoltunk, egy meccset kellett boxolni az aranyéremért, a kislány azért az odament és próbálkozott, nyilván Tíme maga rutinjával ezt jól tudta kezelni, és így végig is lett az ellenfél edzőben oktatóról között. Sokszor halljuk édesanyává váló élsportoló hölgyektől, hogy megváltozik a hozzáállásuk a teljesítményükhöz, a sporthoz. Timivel is ez történt. Azt már most éreztem ugye a versenyen is, meg úgy az egész elgondolásomról, hogy
hogy nem ilyen sarkosan látom a dolgokat, hogy csak a box, és hú, és ha nem sikerül, akkor úristen, mi lesz. Semmi nem fog történni, hogyha mondjuk kikapok egy meccsen, vagy egy versenyem úgy sül el. Ami nekem azért jó, mert én szerintem nagyon sok meccsem, nagyon sok versenyem, most túl stresszelésem ment el. Ez a változás csak jót hozhat Timinek, főleg ha számításba vesszük a céljait. 2020-as olimpiára szeretnék nőökölvívóként kijutni, még Magyarországról nem sikerült senkinek. Az edzés munkát tekintve a fokozatosság lesz a legfőbb jellemző. Én úgy terveztem, vagyis hát igazából Laci tervezte, hogy csak úgy tervezzük, hogy megpróbálunk egy kicsit teljesen az alapokhoz visszamenni. Mondjuk a mozgás koordináció most egyelő a nullával, nem tudom, hogy a plusz súly miatt, vagy mi miatt. Tehát úgy nem azt csinálja a kezem a lábam, mint amit megszoktam. Teljes az ilyen alapütésektől, a alaplábmunka, alapütés, teljes ilyen jellegű feladatok vannak. A versenyzés az első éles mérkőzését februárban tervezem a bocskai emlékversenyen, és ott már szeretném megbérettetni februárban a 75 kilóba. Nyilván meg kell birkóznom most a súlyba, kb. 10 kiló van a 75 kilóig. Szülés után úgy emlékszem, azóta már 14-15 kilót leadott. 10 kiló még meg kell birkóznunk. Ott egy ilyen 70%-os formát szeretnék, maximum. Én azt gondolom, hogy 100%-os formát majd idővel az EB vagy VB-re szeretnénk felhúzni. Volna esélye a 2020-ra, és éppen ezért szeretném ezt szépen fokozatosan felépíteni. És persze mindezt családi körben, a kis Hannával.